A bűvészi nas. Egy óriási erdő közepén élt egy kis mackó. Úgy hívták, hogy Béla, de a mackó saját nevet talált ki magának. Művész nevet. Úgy hívta magát, Pizinini, és az erdő összes állatot csak ezen a néven szólította. Igazi, olaszos hangzású, varázslatos névnek tartotta. Márpedig a kis mackónak igen ügyes mancsa volt, és arra vágyott, hogy bűvész lehessen. Már tudott is pár trükköt. Fenyőtűket eltüntetni, gombakalapját a tekintetével megemelni, de Pizinini valódi nagy bűvész akart lenni. Egy napon éppen a jól bevált trükkjeivel szórakoztott az erdő állatait, amikor a bagoly megjegyezte. Tehetséges vagy, pici. Ő már csak így becézte, mert nem volt türelme kimondani a Pizinini nevet. De komoly képzésre van szüksége. Van egy ismerősöm, egy Fatima nevű bagolyhölgy. A hegyekben lakik, nagy bűvész. Menj el hozzá, biztosan felfogad inasnak. Pizinini késlekedés nélkül becsomagolta a legszükségesebb holmiát egy bőröndbe, és útnak indult. Két napig gyalogolt, mire megérkezett a hegyek közé. A bagoly induláskor részletesen leírta, hogyan talál oda. Pizinini mégis majdnem eltévedt. Keskeny, kanyargós ösvények valóságos labirintusába került. Szédítő szakadékok mellett sziklába vájt lépcsőfokokon mászott, függő hidakon egyensúlyozott, néha sötét alagutakba kellett haladnia. A második nap estején, jóval naplemente után, sötétben, tapogatózva jutott el végül a bagoly házáig. Miközben bekopogtatott, érezte, hogy a torkában dobog a szíve az izgalomtól. Hosszas várakozás után végre megjelent az ajtóban Fatima egy égő gyertyával. A mackó elmondta, miért jött. A bagoly csodálkozva hallgatta, végül így szólt. Kedves kicsi medve, én már régen nem gyakorlom a bűvész mesterséget. Öreg bagoly vagyok, a trükkjeim egy része már nem is emlékszem pontosan. De tudod mit? Holnap reggel megbeszéljük a részleteket. Gyere be, megágyazok neked a kanapén. Vajon bűvészi nassá fogadta-e Fatima a kis mackót? Bizonyára igen, mert 5 évvel később Pizinini messze földön híres, bűvészként ejtette ámulatba a közönségét.